Az elmúlt napokban a tamási rendőrök őrizetbe vettek egy kalaznói férfit, aki december és január között 3 alkalommal is engedély nélkül vezetett. A 25 éves férfi minden alkalommal egy rendszám nélküli forgalomból kivont autóval furikázott. Az első és a harmadik esetben Kalaznón, még a második esetben december végén Hőgyészig jutott a emberünk az autójával. A második esetben azon túl, hogy egy lejárt forgalmi engedéllyel nem rendelkező, rendszámtáblákkal nem rendelkező, rossz műszaki állapotú autóval közlekedett, ő vezetői engedéllyel és semmilyen vezetésre jogosultsággal nem rendelkezik, hiszen KRESZ vizsgát soha nem tett. Hőgyészen az egyenruhások a szondát is megfújatták a férfivel, ami pozitív értéket mutatott. A hőgyész igazoltatás során az is kiderült, hogy az autó az üzemanyagot nem a tankból, hanem egy a motortélben elhelyezett műanyagkannából nyeri. Kollégáink az előkészítő eljárást lefolytatták, a Tamási járásbíróság mai napon pénzbírságot szabott ki, illetve fél évre a vezetéstől is eltiltották a kalaznói fiatalt.